És tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Nagyon szép napot ünneplünk ma. Nagyon lelkesen készültünk egy szép műsorral. Fogadják olyan sok szeretettel, mint amilyen szeretettel mi adjuk. Koromban még bátortalanabb voltam, mint a gyerekek, bevallom őszintén. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves óvodások! Ugye mindenki volt óvodás? És mindenki láncsókon volt óvodás? Nem. Nem. Kedves ünneplő közösség! Engem ért az a megtisztelő feladat, hogy a láncsóki óvoda fennállásának 90. évfordulója alkalmából köszöntessem önöket, és megnyithassam az ünnepi műsort. A Láncsóki Önkormányzat nevében nagy tisztelettel köszöntöm a meghívott vendégeket, külön tisztelettel köszöntöm az óvoda valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját. Külön tisztelettel köszöntöm a láncsóki óvodásokat, akik az elmúlt 90 évben voltak óvodások, a jelenlegi óvodásokat, és akik a jövőben lesznek láncsóki óvodások. Köszönöm, hogy elfogadták az óvoda meghívását, és jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget. Vas Albert szavaival élve, a múlt szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete. 90 éves lett a láncsóki óvoda. A történelemben ez a nagyon rövid idő, ha saját történelmünket nézzük, egy ember életében ez már szép kor.
egy szép hosszú emberöltőnyi időnek mondható. Így van ez egy intézmény életében is. A mindennapjainkban érzékeljük, hogy egy év alatt mennyi változás van, mennyi minden történik, és olykor milyen hosszúnak tűnik egy év. Gondoljunk bele, a 90 év alatt mennyi esemény történt. Bizonyára mindenkinek van óvodás élménye, története, amit majd a műsort követő kötetlen beszélgetés során fel tud eleveníteni. Vagy akik voltak a kiállításon, ott már föl is elevenítették. Az emberek és a közösségek életében az ünnepek fontos szerepet töltenek be, és higgyék el, szükség van ezekre az eseményekre. Jó ötletnek tartom a születésnap megünneplését, egyben gratulálok a mai program megszervezéséhez. Gratulálok a 90 éves jubileumhoz, és kívánom, hogy az óvoda dolgozói, a jelenlegi óvodások és a leendő óvodások is jó egészséggel használják az intézményt. Érjenek el sok sikert, a gyerekek örömmel és jó kedvel járjanak az óvodába, a szülők leeljék örömüket óvodás gyermekükben. Az óvoda 90 éves történetébe az óvoda vezetője avat majd be bennünket. Mielőtt átadnám a szót, egy nagyon szép kötelességemnek szeretnék eleget tenni. Ha az ember születésnapi partira hívják, akkor illik valamilyen ajándékot vinni. Én is elhoztam az önkormányzatnak az ajándékát. Tudjuk, hogy az óvoda udvari játékai folyamatos cserére, pótlásra szorulnak. Tudjuk, hogy az intézmény komoly összeget gyűjtött össze erre a célra, és azt is tudjuk, hogy ezek a játékok nagyon drágák. Támogatni kívánjuk ezt a programot, ezért a 90. születésnapra egy ajándékozási utalványt szeretnék átnyújtani. Kérném szépen az óvoda vezetőjét, hogy vegye át. Láncsók községi önkormányzat 100.000 forinttal támogatja a Láncsóki óvodát 90. évfordulója alkalmából. Használjátok nagy szeretet. Nagyon szépen köszönjük. Még egyszer gratulálok, és nagyon jó szórakozást kívánok a műsorban. Bye.
Yeah.
régi és jelenlegi kollégák. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Ma itt most ünnepelni gyűltünk össze, hiszen az évforduló jeles esemény. Mint hogy egy ember életében, úgy egy intézmény életében is a 90 év nagy idő. Ez idő alatt sok változást megélt a nevelésügy és az intézmény maga is. Az óvoda központi helyet foglal el a családok és a falu életében, hiszen egyszer mindenki ennek az intézménynek a falai közé érkezik, és innen indul el a nagybetűs életbe. A Lánycsoki óvoda fennállásának elmúlt 90 évét szeretném most röviden feleleveníteni. Ez a 90 év igen változatos volt. Falunkban óvoda a mai ismereteink szerint az 1920-as évek végétől működött. 25-26-ban épült a népház, melyet 27. június 3-án adtak át, és ez az épület adott otthont ideiglenesen a tavasztól őszig működő óvodának. 1927-től az első óvónő Mayer Margit volt, aki 1908-ban született Németbójon és Hódmezővásárhelyen szerezte óvónői oklevelét. Az óvoda működéséről írásos utalást találhatunk a Lánycsóki plébánia krónikájában. Az óvoda következő helyszíne a Gazdakörben volt, a mai könyvtár épületében. Az óvónő neve Krémer Anna volt. Itt az óvoda az idősebbek elbeszélései szerint 1944-ig működött. A visszaemlékezések szerint délelőttönként az udvaron játszottak, ebéd után kötelező volt a pihenés. Valamennyi megkérdezett, Kindergarten néven emlegette, hiszen németül beszéltek az óvodában. 1949-től az óvoda a mostani iskola épületének területén működött. A Dózsa utca felől volt a csoportszoba, és az egykori színpad helyén egy keresztépület állt, ahol a konyha és az óvónői lakás kapott helyet. Ekkor egy csoportos óvodaként működött, igen szegényes körülmények között. A Lánycsóki tanács új helyet szeretett volna találni az óvodának, hiszen időközben az iskola is kinőtte a helyét, ezért a mai konyha feletti épület, ami magánház volt, elcserélte, és ezt a régi bánfai házat alakította át óvodává. A munkálatok ideje alatt a gyermekcsoportokat a Gazdakörbe és a szerb iskolába helyezték át. Ezek az átmeneti évek nagyon nehezek voltak, zsúfoltan, sok gyermekkel, nem igazán jó mondhatni, rossz körülmények között folyt a munka. 65-ben sikerült beköltözni az új óvodába, ami akkor igen korszerű volt. Szépek, világosak, nagyok voltak a csoportszobák, külön öltözőkkel, mosdókkal felszerelve. Az eszköz ellátottság is jónak mondható volt. Külön élményt jelentett a gyerekeknek, hogy heti egy alkalommal használhatták az iskola tornatermét. Az óvoda három csoportossá bővült, és immár saját konyhával rendelkezett, ami az épületen belül helyezkedett el a leghátsó különbejáratú részben. 1971-ben jelent meg az óvodai nevelés programja. Ebben az alapdokumentumban felsoroltak alapján kellett az ország egész területén minden óvónőnek nevelni valamennyi kisgyermeket. Az állam határozta meg a személyiségfejlesztést, mindenkinek mindent egyformán. 71-től dr. Lázár Istvánné lett az óvoda vezető. 72-től megindult a német nyelv oktatása az óvodában. A nemzetiségi politika feladatainak megvalósítására vonatkozó intézkedési terv végrehajtása érdekében a Lánycsóki óvodában a német nyelvű oktatás és foglalkozás bevezetését elrendeli. Ez egy részlet volt a tanácsülés akkori jegyzőkönyvéből. 73-ban volt az első olyan évzáró itt a Népházban, amelyen német dalok, mondókák is elhangzottak. 76-tól a kisnyárádi óvodások is Lánycsókra járnak. 76. szeptember 1-én megkezdte működését a 4. óvodai csoport, mert a gyermeklétszám nagy arányú növekedése szükségessé tette az óvodai férőhelyek bővítését. A bölcsödében olyan átalakításokat, felújításokat végeztek, melyel a bölcsöde zavartalan működése mellett egy óvodai csoportot is elhelyezhettek. Csak is így sikerülhetett a 4. csoport beindítása. Ezzel valamennyi óvodába jelentkező gyermek elhelyezése megoldódott. 77-ben a személyi feltételek hiánya miatt a német nemzetiségi nevelés ideiglenesen szünetelt. 77 és 80 között az óvodások heti 3 alkalommal használhatták az iskola felújított tornatermét.
80-tól már 5 csoportos lett az óvodánk, ehhez a megfelelő helyet a jelenlegi ifjúsági klub és ebédlőhelyén kialakított 2 csoportszoba biztosította. És 1984-ben új helyre költözött az óvoda a jelenlegi helyére, a Dózsa utca 30 szám alá, ami egy felújított parasztház. Ekkor 128 gyermek járt ide. Itt már 5 csoport állt a gyerekek és a dolgozók rendelkezésére. Egy csoport kivételével tágas, világos termek fogadták az idejáró gyerekeket, minden csoporthoz külön öltöző, mosdó tartozott. Az épületen belül melegítő konyha, vezetői szoba, szertár kapott helyet. Az óvoda országút mellett fekszik, zárt előudvarral és mozgásra alkalmas nagy hátsó udvarral, játszótérrel. 87-től az óvoda a Láncsóki Általános Művelődési Központ része lett. 89-ben megjelent az előző dokumentum továbbfejlesztett változata. 90-től bevezetésre került 2 nyelvű csoport, melyek már osztatlan életszerveződésűek voltak. 92-től a megnövekedett gyereklétszám miatt be kellett indítani a 6. csoportot is, ami a régi óvoda hátsó termében kapott helyet. Ez az állapot 1 évig tartott. 95-ben az óvoda kivált az AMK-ból és újra önálló intézmény lett. Dr. Lázár Istvánné nyugdíjba vonulása után Fét Józsefné lett az intézmény vezetője. Ebben az évben szerveződött a Német Munkaközösség. A 90-es években a tartalmi megújulás folyamatai felgyorsultak. Az óvodák között jelentős méretű differenciálódás alakult ki, és az élethozta változások hozzájárultak az egyszintű központi szabályozás megszűnéséhez. 96. szeptember 1-től minden csoportunk osztatlan életszerveződésévé alakult át. 98-tól az óvodához kapcsolták a konyhát, ami a gyermekétkeztetés mellett szociális és közétkeztetést is ellátott. A 90-es években fajátékok készültek a hátsó udvarba a szülői munkaközösség támogatásával. 99. szeptember 1-től az intézmények saját nevelési programjuk szerint folytathatják nevelőmunkájukat a 2 szintű tartalmi szabályozás alapján. A Láncsóki óvoda helyi programjaként a tevékenységközpontú óvodai nevelési programot adaptáltuk, melyet kiegészítettünk a helyi sajátosságokkal. Nagy gondot fordítunk a szülők és az óvoda közötti jó kapcsolat ápolására, valamint a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, az egyéni képességeknek megfelelő differenciált fejlesztése. Munkánk alapja a gyermekek szeretete. 2000. szeptember 1-től sajnos a gyermeklétszám csökkenése csoportbezáráshoz vezetett, újra 4 csoportos lett az óvoda. A megüresedett csoportszobában tornaszoba került kialakításra. A logopédiai foglalkoztató is ebben az évben történt kialakításra. A folyamatos felújítások, átalakítások végre alkalmassá tették az épületet az óvodai nevelésre. 2003-tól minden csoportban 2 nyelvű német nemzetiségi nevelés folyik, korábban ez csak 2 csoportban valósult meg. Ettől az évtől minden csoportban 1 magyaros és 1 németes óvónő dolgozik heti váltásban. 2007-től 16-ig Rauser Gyöngyi vezette az óvodát. 2008-ban elkészült a tetőcsere, a vizes blokkok felújítása, a fűtés korszerűsítése. Az előudvarban 2 fűszernövénykertet alakítottunk ki. 2010. szeptemberétől a szülők kérésére visszatértünk a tiszta csoportokhoz. A gyermeklétszám csökkenése miatt és a szülői igények kielégítése érdekében ekkor lehetőségünk nyílt beindítani az egységes óvodai bölcsődei csoport működését is, ami minden évben 5 bölcsődés gyermek felvételét engedélyezte. A falu bölcsődéje ugyanis 1988-tól már nem működött. 12-ben nyilászárók cseréje, épület szigetelése, színezése történt meg, 15-ben napelemek kiépítése az épület tetejére. 2016-ban én lettem az intézményvezető. Ez év őszén már csak 3 csoportot tudtunk indítani, mert a gyermeklétszám folyamatos csökkenést mutatott. A megüresedett csoportszobát pályázati pénzből a fenntartónk segítségével bölcsődei csoporttá alakítottuk át. 2018. szeptember 1-től itt indítjuk a mini bölcsődét, ahol minden évben 8 kisgyermeket nevelhet majd 1 gondozónő és 1 dajka, így több célú nevelési intézményé válunk. 18-ban ünnepeljük, hogy 90 éves az óvoda Láncsókon. Napjainkban 66 gyermeket nevelünk az intézményben. Az elmúlt több évtizedben nagyon sok támogató segítette a munkánkat.
70-es, 80-as években a Temaforg vállalat sötétítő függönyök terítők felajánlásával az AFIT, az óvoda dolgozói által megszervezett játékok elkészítésével, a termelőszövetkezet és az új barázda TS, a Lánycsóki Tanács anyagilag támogatta az óvodát. A 80-as években a mohácsi téglagyár dolgozói mászókákat készítettek az óvoda részére, a 90-es években fajátékok készültek Tilnér Adányi Klára és a szülők közreműködésével. Természetesen a szülők önzetlen támogatására régen és ma is nagy szüksége van az óvodának. Az anyagi nehézségek ellenére apró lépésekben, de folyamatosan folyik az óvoda felújítása, szépítése és otthonossá tétele. Az óvoda dolgozói és a gyerekek az óvoda fennállása óta rendszeresen vettek és vesznek részt a falu életében, kulturális programokon. Mi is szervezünk különböző rendezvényeket, ahol minden érdeklődőt szeretettel várunk. Hagyománnyá vált a mártonnapi őszbúcsúztatónk. A szülői szervezet Katzenberger Sass Szilvia vezetésével minden évben megrendezi az óvodások farsangi bálját, és a befolyt összegből támogatják az óvodát. A decemberi jótékonysági bál bevételéből egy új mászókomplexumot vásároltunk a hátsó udvarba gyerekeink nagy örömére. Az elmúlt 90 év tartogatott nagyon sok jót és nehézséget egyaránt, de úgy gondolom, hogy közös összefogással, megértéssel, egymás megbecsülésével minden nehézség legyőzhető. A Lánycsóki óvoda az elmúlt években kivívta magának az elismertséget, és ez nem valósulhatott volna meg segítő vezetés és összetartó, összefogó közösség nélkül. Végül egy idézettel szeretném érzékeltetni az óvoda fontosságát. Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind az óvodában tanultam meg. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább. Íme, amit ott tanultam. Oszd meg mindent másokkal. Ne csalj a játékban. Ne bántsd a másikat. Mindent oda tegyél vissza, ahonnét elvetted, és rakj rendet magad után. Ne vedd el a másét, kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál. Evés előtt most kezed, húzd le a vécét, élj mértékkel. Minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játsz, és dolgozz egy keveset, délutánonként szundíts egyet. A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól. Ismert fel a csodát. Hát nézzük tovább a csodát, gyermekeink műsorát. Napjaink óvodásai nyitották ezt a műsort, a zeneóvisok éneke és a nagycsoportosok tánca után, mielőtt színpadra lépnek a régmúlt óvodásai, szeretném megköszönni mindazt a támogatást, amit az óvoda kapott, hogy ez a mai délután létrejöhessen. Köszönjük a Lánycsók községi önkormányzatnak és a polgármester úrnak, Varjú Vilinek, Gászler Áginak, a CBA-nak, a Lánycsóki Konyha és a Népház dolgozóinak, a kiállítási tárgyak, fotók tulajdonosainak, Szalajné Ritlinger Ritának a segítő tanácsokat, a felkészítést, valamennyi pedagógusnak, akik felkészítették a gyerekeket, természetesen a szereplőknek, és az óvoda valamennyi dolgozójának, akik lelkesen dolgoztak azért, hogy ma együtt lehessünk. Az óvodatörténeti kiállítás a jövő héten még megtekinthető az óvodában. Szeretettel várunk mindenkit. Műsorunk további részében megcsodálhatjuk Kardos Nilla és párja táncát, majd egy varázslatban lehet részünk. Ezután meghallgatjuk az iskolásokat, akik szavalnak, énekelnek, táncolnak és zenélnek nekünk. Majd László Norbi énekel, meghallgattunk egy imát a gyermekekért, végül egy meglepetés produkcióval zárjuk műsorunkat. Mindehhez nagyon jó szórakozást kívánok! Yeah.
Sokan nem is sejtik, mennyi mindenhez kell érteni egy óvodőnek.
Na lássuk csak. Ki az az óvónéni? És mit csinál ő tulajdonképpen? Hát bábművész. Bábmozgatási gyakorlattal rendelkezik, a meséket élményszerűen adja át, a párbeszédes részeknél hangját megváltoztatja, a szereplő karakterének megfelelően. Szabó varró. Legtöbbször a bábokat saját kezűleg készíti el. A gyerekek ruháit a napi használathoz szükséges mértékig feljavítja, gombot, szakadásokat var. Babaruhát, ballagó tarisznyát, jelmezeket szab és var. Versmondó lány. Igényesen válogatja a gyerekek számára megismertendő verseket, verses meséket, és azokat megfelelő motivációs helyzetet teremtve elmondja és megtanítja. Nevelési tanácsadó. A problémákkal hozzáforduló szülőknek legjobb tudása szerint a gyerekeket maximálisan megismerve igyekszik tanácsot és útmutatást adni. Asztalos. A mindennapok folyamán előforduló kisebb bútorügyi problémákat megjavítja, kilincset zsanért visszacsavar, levált élfóliát visszavasal, a hiányzó játékszereket, bútorokat dobozokból pótolja. Fővilágosító. Az előadott meséhez élmények felfokozása érdekében képes a fényekkel játszani. Prevenciós szakember. A betegségek megelőzése és terjedése ellen segítségével járványok megelőzhetőek és megfékezhetőek. Az alapvető higiénés szabályokat megtanítja és együtt alkalmazza a gyerekekkel. Nővér és betegápoló. Köhögés, lázat csillapít természetes gyógymódokkal, mézzel, vizes ruhával. Sebeket fertőtlenít, bekötöz, orvérzés csillapít. Muzsikus. Furujával, valamint az autodidakta módon elsajátított kisebb hangszereken való hangszertudását bebizonyítja a gyerekeknek, és ezáltal zenei élményhez juttatja a kicsiket. Anesteziológus. Képes, halk és gyönyörű dalocskákkal, cirógatással, ölbeni ringatással elaltatni az olyan gyerekeket, akiknek még a szüleik sem tudtak délután letenni aludni. Kofa. Képes mindenből pár forintnyit kialkudni, hogy több maradjon a gyerekeknek. Fotóriporter. Napra készen fotókkal illusztráltan tájékoztatja a szülőket az óvodai eseményekről a különféle internetes portálokon. Számítástechnikai szakember. A portfóliója feltöltése során megtanulja használni és alkalmazni a csodamasinát, amelyet gyakran bevisz a csoportjába is, és beleépíti a munkájába. Bíró. Konfliktus helyzetben utána jár a történéseknek, a feleket egyenrangúan meghallgatja, amennyiben nem jutnak dűlőre, megpróbál igazságot tenni. Pszichológus. Gyermek és felnőtt lélektani dolgokban tanulmányaiból kifolyólag otthonosan mozog, tudásának hézagait empátiás készséggel pótolja. Fodrász. Naponta fésüli és fonja a kislányok haját, különféle technikákkal frizurákat készít. Humorista, mókamester. A kedvetlen, szomorú gyerekeket vicces történetekkel felvidítja, és ügyel arra, hogy általánosan jó hangulat uralkodjék a csoportjában. Játékmester. Ismer minden játékot, játékszabályt, melyeket betart és betartatta. Nevelőnő. Neveli, fejleszti a rábízott gyerekeket a nekik leginkább megfelelő módon és szinten. Ezen kívül gyakran anya, feleség, esetleg nagymama, testvér, gyermek egyben. Ha erősen törném a fejemet, biztosan eszembe jutna még jó pár dolog, amit naponta megteszünk. De azt hiszem, érzékelhető, hogy mennyi mindent várunk el magunktól, és mi mindent várnak el tőlünk. Tegyük továbbra is szívvel, lélekkel, hogy a felcseperedő nemzedék szívesen gondoljon vissza a velünk töltött időre.
Isten az óvónőt teremtette, már 6. napja túlórázott. Ekkor megjelent egy angyal, és azt mondta: Uram, már olyan régóta dolgozik ezen a figurán. Látod a megrendelésen a speciális kívánságokat? Könnyen kezelhető legyen, de ne legyen műanyagból. Álljon 160 mozgatható részből, az idegeid rotkötélből legyenek. A háta olyan széles legyen, hogy minden terhet elbírjon, és az életét nagy részt előre hajtott tartásban tudja leélni. Szavai minden begyógyítsanak, legyen az egy tudor a homlokon, vagy lelki fájdalom, és 6 pár kéz kell legyen. Az angyal megcsóválta a fejét, és azt mondta: 6 pár kéz, az nem fog menni. A 6 pár kéz, az nem okoz fejtörést, mondta az úr. De a 3 szempár, amelyel egy óvónőnek rendelkeznie kell, az annál inkább. Ezek mind az alapmodellhez tartoznak? Kérdezte az angyal. A Jóisten bólintott: Egy pár, amelyel a csukott ajtón is átlát, miközben azt kérdezi: Mit csináltok ti ott? Pedig már rég tudja, hogy mi történt. Egy másik szempárnak a tarkóján kell lennie, hogy azt is lássa, amit nem szabadna látnia, de tudnia kell róla. Természetesen 2 szemnek elől is kell lennie, amelyen szigorúan rá tud nézni a rakoncátlankodó gyermekekre. De közben azt mondják: Megértelek, és így is nagyon szeretlek. Ó, Uram, mondta az angyal, és gyengéden megérinti a karját. Menjen aludni, majd holnap folytatja. Nem tehetem, már közel állok hozzá, hogy valami olyat alkossak, ami egy kicsit rám hasonlít. Már majdnem elértem, hogy önmagát gyógyítsa a beteg, hogy 30 gyereknek tudja az örömet szerezni egyetlen picurka születésnapi tortával. Hogy rá tudjon venni egy 6 éves az ebéd előtti kézmosásra, hogy meg tudjon győzni egy 3 éves arról, hogy a gyurma nem ehető. Hogy a lábait elsősorban járásra teremtettem, és nem mások megrúgására. Az angyal körbejárta az óvónő modellt. Túl lágy, sóhajtotta. De jó szívós, válaszolta az úr. De nem is hiszed, hogy egy óvónő mennyit kibír, és mennyit teljesít. És gondolkodni tud, nem csak gondolkodni, hanem döntéseket hozni, és kompromisszumokat kötni is képes, mondta az úr, és felejteni. Végül az angyal előrehajolt, és ujjaival megérintette a modell arcát. Itt egy vízfolt van. Az nem vízfolt, hanem könnycse, válaszolta az úr. Hát az meg minek? A könnyei hullanak, ha gyász, fájdalmat vagy elhagyatottságot érez. Ön egy zseni, uram, mondta az angyal. A Jóisten távolba révedő tekintettel csak ennyit felelt. A könnye, az rajta a túlfolyó. Belekintettem a babám ablakát,
múlik elázik, mandul a fa, teremhet már a nyáron, szeresd babám, szőkét, barnát nem bánom. Nem csak felüljön a postás sípja szor, aranyos levelet hoz a babámtól, minek nekem az aranyos levele, ha ő maga nem jöhetett el vele. Égi kürt szól, angyalhat dalol, ráfeled a szívem hangja, szépen és halkan, könnyes háladal dobol. Visszatér a régi óvoda, és kisgyerek vagyok ma újra én. Óvónőm kedves, derűs hangja, álmaimban megszólít ma még. Rám köszönt sok játék, édes emlék, éjszakai színes álmodás. Verset mondok újra, kisgyerekként, s hogy ne vértsem el, óvónőm vigyáz. Álmat a hajnal őzi messze, de fényvirágot érlel minden éj. Imát mondok reggel, este, áldjon minden óvónőt az ég. Van ég elő a szívemben, soha nem adom fel.
fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melenges, te is, drága nap, csempész zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és holt anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vad villámok, jóhangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom. De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokonok, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég s föld és minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek. Más kéket a reggel nap, és más kéket.
adjátok a lehetőséget.